Árpád-kori lakóház nyomaira bukkantak a Bábolna Bio Kft. Új építési területén, egy nemrég még mezőgazdasági területként használt földben. A régészek egy ilyenkor rutineljárásnak számító felmérés kapcsán találták meg a föld alatt rejtőző ház maradványait, melyet feltárás után dokumentálnak, majd a tárgyi leleteket kimentve visszatemetnek. Egykori mezőgazdasági területen vagyunk, amelyet átminősítettek építési területté, de mégse építkeznek rajt, bár az erre járó azt gondolhatná, hogy építkezés kezdődött. Mi zajlik itt jelen pillanatban? Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Régészeti Intézete próbafeltárást végezett Elkán. Nagy beruházások előtt ez kötelező törvényileg, és ezen a telken ezt a próbafeltárást megelőzően geofizikai mérést is végeztünk, és kimutatott egy érdekes karámrendszert a geofizika, plusz régészeti jelenségeket, és erre húztuk rá 900 négyzetméter kutatóárkainkat, ahol az egyik kutatóárokban sikerült egy, most azt gondoljuk, hogy 11. századi háznak a házat feltárnunk, illetve a többi próba árkunkban néhány árokszakasz ebből a geofizika által látott árokrendszerből is kimutatható. Igen, ugye ez a 11. század, nagyjából ugye ez az Árpád-kor. Itt Bábolnán ugye már találtak korábban a belső részekben Árpád-kori leleteket. Mennyire lehet jellemző, mekkora település lehetett ez alapján, a ház alapján itt? Hát én most csak azt tudom mondani, amit a kutatóárkaink alapján látunk, hogy ez egy valószínűleg egy nagyon kicsi kis település lehetett, néhány házból állhatott, amit majd a próbafeltárást követő teljes felületű feltárás fog feltárni. Mi most csak ezt az egyetlen egy házat tártuk föl. Milyen ház volt ez? Hogyan lehetne leírni ezt a laikusok számára? Ezek úgynevezett félig földbe mélyített veremházak, ami úgy készült, hogy a akkori lakosok is lástak az altalaig, egy kissé belásták ezt a házat az altalajba, és látható a háznak a hoztengelyében a cölöpjukak, három nagyobb cölöp, de inkább tartó oszlop tarthatta a tetőt, amely lefutott a ház szélébe, és egy ilyen kis patkarendszerrel körbe a kemence körül és a kemence mellett. Igen, úgy látszik, hogy ennek az egész objektumnak a kemence az, amelyik talán a leglátványosabb eleme. Igen, az nagyon nagy szerencse, hogy nagyon magasan meg tudtuk fogni a kemencét. A kemence teteje már a humuszrétegben van, és a gépkezelő segítségével elég magasan látható, hogy szinte a kemence tetejéig látható. Sikerült, bontás alatt van, de már látjuk, hol volt a kemence szája, hol volt előtte a homúzógödör. Találtak-e valami olyan leletet, amely elég jól behatárolja ennek a háznak a korát? Hát az látható, hogy ebből a házból valószínűleg elköltöztek, nem égett le a ház, tehát a felszerelést azt kipucolhatták a házból és elvitték, de néhány kerámia töredéket találtunk, ez alapján, ha majd tisztításra kerül, pontosabb korszakot tudunk mondani, illetve a ház padlójába beletaposott kis bronz ékszert, valószínűleg egy kis hajkarikát találtunk, ami majd még sokkal jobban fogja keltezni a házat. Ez egy nagyon aprólékos, finom munka. Mekkora türelem kell ehhez, hogy itt tényleg szinte hát kis lapátonként átvizsgálják a földet? Hát nagyon nagy türelem kell hozzá, mert most is, hogy megtaláltuk a kis hajkarikát, nem lehet rögtön kiszedni, le kell dokumentálnunk, helyben kell tartani, szépen körültisztítani, és hát a fiúk és önkéntesek is segítik a munkánkat. Mi lesz ennek a leletnek a sorsa? Amit tudunk, azt ugye elviszük a múzeumban, restaurálás alá kerül, és a feldolgozáskor ez rajzolva lesz, fotózva lesz, a kemence és a ház pedig természetesen vissza lesz temetve, vagy elpusztítja majd az építkezés.